A nagyszabású rendezvényen megnyitó beszédet mondott dr. Berko Attila főispán, aki szavaiban a közfoglalkoztatás eredményeit méltatta. Mindig jó ezen a napon szétnézni ezen a téren, hiszen egy pezsgő, egy élő, lüktető, kulturális és egyéb programokkal megtűzdelt programon vehetünk részt, amelynek a természetesen a fő célja az, hogy lehetőséget teremtsünk azoknak a közfoglalkoztatóknak, de én már ezt a közfoglalkoztató szóval óvatosan bánok, hiszen ők már nem is közfoglalkoztatók annyira, hanem mondhatjuk azt, hogy értékteremtő településvezetőket, polgármester, asszonyokat, urakat, hölgyeket, képviselő urakat, és mindenkit, aki eljön erre a napra és megnézi, hogy hogyan is áll a vármegyében a közfoglalkoztatás. És felvetődik a kérdés, hogy szükség van-e a közfoglalkoztatásra, kell-e még, hiszen egy órával ezelőtt egy pályaválasztási kiállítást nyitottunk meg itt az épületben, és ott folyamatosan többen arról beszéltek, és most is beszélnek, hogy munkaerő hiány van. A színpadon ezután a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket. Réti Pál elmondta, Szolnok immár 8. alkalommal rendez közfoglalkoztatási kiállítást. 2011-ben volt egy nagyon komoly jogszabályi változás, ahol új keretek közé rendezték a hazai közfoglalkoztatást, és nem csak bért kezdtünk el finanszírozni, hanem nagyon komoly beruházási típusú támogatásokat és eszköztámogatásokat is biztosítottunk a közfoglalkoztatók számára. Ugye ez a feladat már ez a munka 12 éves múltra tekint vissza, és azt hiszem, hogy nagyon sokat változott maga a jogszabályi környezet. Köszönhetően önöknek, közfoglalkoztatóknak, köszönhetően a járási hivatalok, kormányhivatalok jelzéseinek, hiszen mi igyekeztünk azoknak az igényeknek eleget tenni, jogszabályi módosításokban, ami az önök munkáját eredményesebbé teheti és még inkább előre viheti. Réti Pál ezt követően a hazai és a vármegyei munkaügyi adatokról ejtett szót. Hogy ennek a munkának milyen eredményei vannak, és a hazai foglalkoztatás politikának, én azt gondolom, hogy mi sem fejezzel jobban, hogy 2023. augusztusában a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 228.500 álláskereső szerepelt, ami 2.500 fővel kevesebb az előző év hasonló időszakánál, és a közfoglalkoztatás is jelentős létszám csökkenésnek lehetünk tanúi, hiszen 67.000 fő volt, ezek között 56 ukrán menekült, és ha megnézzük Jász-Nagykun Szolnok megyei számokat az elmúlt 10 év távlatában, 2013. januárjában 26.000 főt meghaladta az álláskeresők száma, most 12.309. Szolnok városában is értelmezhető ez a közvető elmozdulás, hiszen 2013. januárjában 3.850 fő, most 23. hóban pedig 1.732 fő volt az álláskeresőknek a száma. És ha megnézzük azt is, és főispán úr beszélt arról, hogy munkaerő hiány van. A 2023. augusztusában a foglalkoztatók 26.000 üles álláshelyet jelentettek be, a legtöbb munkaerőgény nem csodálkozunk rajta a fővárosban, Szabolcs-Határ megyek, Borsod, Dabó-Zemplén, Pest-Váradi területén, de jelentősek voltak a bejelentések száma Jász-Nagykun Szolnok, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében is. A közfoglalkoztatás olyan repertoárt jelenít meg, amely nem csak értékteremtő, hanem a közösségek felzárkózását is segíti, vett át a mikrofont a vármegyei közgyűlés elnöke. Huba Imre rámutatott, a Jászkunságban sajnos még mindig magas a munkanélküliek száma. Sokan várnak arra, hogy képzéssel, lakhatással felzárkózzanak az országos tendenciákhoz. Vissza tudta vezetni a kormányzati törekvés a munkavilágában mindazokat, akik erre hajlandóak voltak, és az ő korábban lefettetett alapjaikon működik még ma is a közfoglalkoztatás a vármegyébe, a településeken, de akár az állami szerveket is mondhatnánk, akár a Köti Víziget, mint az egyik legnagyobb közfoglalkoztatót a vármegyében, vagy akár az erdőgazdálkodást is, ahol akár a szociális tűzifa kitermeléséhez, vagy a közjót szolgáló intézkedésekhez is hozzájárulnak a közfoglalkoztatottak. Óriási eredményt, óriási szolgáltatást tesznek ők le a vármegye asztalára, és minden polgár hálást lehet azért, hogy vannak, akik elvégzik ezeket a sokszor azért nehéz fizikai munkával járó foglalatosságokat, és hogyha a
az Abbanovák Művelődési Központban zajló állásbőrze nem hozna sikert azoknak, akik állás vagy képzési lehetőséget keresnek, azoknak itt van, nyitva áll az út a közfoglalkoztatás irányában még ma is, egyre jobb bérezéssel, egyre jobb munkakörülményekkel, amihez szintén köszönjük Magyarország kormányának és személy szerint helyettes államtitkárónak a közreműködését. És akár a kormányhivatal, akár a vármegyei önkormányzat mindig nagy energiát fektetett abba, hogy a foglalkoztatási programokhoz szükséges források hatékonyan legyenek kihelyezve, hatékonyan legyenek felhasználva, és ebben is jól áll a vármegye. Az elkövetkezendő ciklusról is több mint 3,2 milliárd forint szolgálja a vállalkozóvá válás és a munkahelyteremtés lehetőségeit. A közfoglalkoztatásban tevékenykedők nagyban szolgálják térségünket, gyakran kemény fizikai munkával járó feladatokat látnak el. 12 évvel ezelőtt indítottuk a közfoglalkoztatást, és azóta több milliárd forint támogatást kaptunk. Természetesen ennek jó része bér és járulék, de körülbelül 250 millió forintot műszaki fejlesztésre, innovációra is tudtunk fordítani. Minden évben több száz közfoglalkoztatottunk van, igaz, évről évre ez csökken. A 12 évvel ezelőtt még 500 fővel tudtunk indítani, ez már csak 200 fő körül van. Ami úgy érzem, hogy bizonyos szempontból örvendetes, ugyanis a szabad munkaerőpiac, a versenyszféra felszippantotta azt a 300 főt, aki korábban még részt vett a közfoglalkoztatásba. Ez a 200 fő viszont tartósan megmarad. A település fenntartás mellett gondolok itt a közterületek karbantartása, rendben tartása, a belvízrendszer karbantartása, fejlesztése. Nagyon komoly fejlesztéseket hajtottunk végre az elmúlt években a belvízrendszerekben is. Korábbi évtizedben, amikor még 40-50 mm csapadék esetleg lehullott egy néhány óra alatt, az gondot jelentett a vízelvezetésbe, a város csapadék vízelvezetésébe. Már ezek a problémák megoldódtak, és ez mind a közfoglalkoztatásnak köszönhető. De természetesen a közüzemi feladatok mellett termeléssel is foglalkozunk, ez látható is mögöttem, zöldség és gyümölcs termesztéssel foglalkozunk. A hivatalos megnyitó után ételkóstolóval, valamint népi és kulturális műsorokkal várták az érdeklődőket.